A középfokú iskolákba jelentkezők még január 21-én írták meg a központi felvételi vizsgákat. Azóta az eredményekről tudomást szereztek a szülők és a diákok, az egyes intézményekbe pedig február 22-e éjfélig lehet leadni a felvételhez szükséges dokumentumokat. Minden középfokú iskola közzétette, hogy mely tantárgyak évvégi félévi eredményét kérik, ezeket kell beírni a jelentkezési lapba az Oktatási Hivatal Egységes Beléptető felületén a KIFIR középfokú felvételi információs rendszer, és az adott intézményhez kell eljutatni a határidőig. Szintén itt érhető el a központi jelentkezési lap is, amelyet Győrbe az Oktatási Hivatalhoz kell elküldeni. A középfokú iskolák március 17-éig hozzák nyilvánosságra a jelentkezők felvételi jegyzékét. Március 21-én és 22-én van lehetőség a tanulói adatlapok módosítására, ekkor még lehet változtatni a megjelölt iskolák sorrendjén. Helyi szóbeli vizsgát is szervezhetnek a gimnáziumok, szakgimnáziumok február 27-e és március 14-e között.